Terrorszervezetnek nyilvánította az ukrán Azovezredet az orosz legfelsőbb bíróság. Ez azt jelenti, hogy terrorizmussal is megvádolhatják azokat, akik a Mariupoli acélművek védői közül még orosz fogságban vannak. Közülük majdnem százan már hazakerültek június végén az eddigi legjelentősebb fogolycserével. Azok ellen, akik továbbra is orosz börtönben vannak, civilek meggyilkolásának vágyával indítottak eljárást, de most vélhetően a terrorizmus is bekerül majd a vádpontok közé. Eközben a kijevi hatóságok még mindig vizsgálják annak a rakétatámadásnak a körülményeit, amelyben nagyon sok ukrán hadifogoly vesztette életét. Az orosz hadsereg a szeparatista Donetsk régióban lévő Olenivkai börtönben tartotta őket fogva, miután bevette Mariupolt. A helyi szeparatista vezetés és az orosz hatóságok szerint 53 ukrán hadifogoly halt meg, további 75 pedig megsebesült a pénteki robbanásban. Az ukrán legfelsőbb tanács emberi jogi biztosa arról számolt be, hogy szakértőiket nem engedik be a helyszínre, nem engedik, hogy beszéljenek azokkal, akik túlélték a támadást, és nincsenek közvetlen párbeszédben az orosz hatóságokkal sem. Így aztán minden információ, amit eddig gyűjtöttek, megerősítésre vár. Kiev és Moszkva kölcsönösen egymást vádolják a Donetszki börtön elleni akcióval, amelynek mindkét fél szerint az volt a célja, hogy megsemmisítsen háborús büntetteket alátámasztó bizonyítékokat.